A kiugró sportági tehetségeknél, ha egy kisváros nem kis egyesületében tűnnek is fel, az ifjúsági kort elérve eljön a klubváltás ideje, annak sok esetben a fejlődése érdekében történő parancsoló szükségszerűsége. Olybá tűnt, hogy Dombóvár legújabb, 2 éve berobbant atléta tehetsége a 100, illetve 200 méteren már ifjúsági magyar bajnok országos ifjúsági csúcstartó Farkas Bence 1-2 évig még mindenképpen Dombóváron marad majd, és nevelő edzője Tarimre irányítja szakmai munkáját. Ám a kulisszák mögötti évvégi történések hatására a napokban már meg is történt a klubváltás. A sprinter a Pécsi Atlétikai Klubhoz igazolt. Úgy búcsúzott el Bence a társaktól, hogy végül is marad, hiszen továbbra is Dombóváron tanul, és innét jár át majd Pécsre, hetente többször edzeni. A távolság a nagy cél, az élatlétá válás érdekében mindenképpen áthidalható a két város között. A sprinttársak vannak, elég jól ismerem őket, úgy, mint akiknél itt voltam, őket is nagyon ismertem. Nem fogom elfelejteni őket, ugyanúgy a barátaim maradnak. Most, hogy átmentem Pécsre, ugyanúgy vannak sporttársaim, őket is ismerem, ugyanúgy a barátaim. Csak aki az edzőm, abban, aki most van az edzőm, abban megbízom. És aki az edzőm, az a Völgyi Erzsébet, aki most ő lett Imre bácsi helyett. Én úgy érzem, igen, hogy a legtöbb van, hogy nagyon sok van bent. Nagyon sok, és hát elsősorban 200 méteren, de valószínű majd később fel kell vinni 400-ra is, tehát ilyen 200-400-as futót, én legalábbis így terveztem, csak úgy beszéltem meg a magyar atlétika vezetőivel is, hogy egyelőre 100-200-ra készítem. Magyarul gyorsítani kell, hogy tudja legalább futni, mint egy ilyen 20-60-at, 20-70-et 200-on, hogy érdemes legyen majd esetleg 400-ra áttenni. Biztosak vagyunk benne, hogy amíg olyan korszakos edzők irányítják a szakmai munkát a dombóvári atlétáknál, mint az ides Tova már csaknem 50 éve edzősködő Tarimre, vagy a szintén hosszú évtizedek során tucatnyi közép- és hosszú távfutó tehetséget felfedező Fazekas Gáspár, nem kell sokat várni egy-egy újabb kiugró tehetség feltűnésére a Dovasénél. A tavalyi különböző szakágak országos bajnokságairól, az év legfőbb versenyeiről elhozott 18 érem, köztük 7 arany, 6 második és 5 harmadik helyezés jelzi, pontosabban minősíti a klubban folyó szakmai munkát. Én és Iberhard Bence a kezdetektől együtt edzettünk Farkas Bencével, végig ott voltunk mellette a felkészülésben, ugyanazt az edzéstervet is követjük. Nekünk is viszonylag rövid idő alatt jól sikerültek a szezonok, a tavalyi szezonban én is be tudtam kerülni 100 méteren, 200 méteren és 60 méteren is az országos döntőkbe. Nyilván most ebben a szezonban az lenne a cél, hogy a helyezéseket minél jobban hozni. Iberhard Bence 100 méteren mutatta meg kivételes gyorsaságát. Most futottam 11.39-et, igen. A végén, ahogy az atléták mondják, elsavasodik, ezen akar mindenképpen már az idén változtatni. Ezt szeretném fejleszteni, de az elejét azt nagyon meg tudom futni. Szóval, hát edzőm is szokott ezzel viccelődni, hogy Közép-Európa a legjobb rajtolója. A tehetséges rövid távfutókból tehát nincs hiány, már a juniorok között is bizonyít Gőbölyös Csenge, aki 60 és 100 méteren egyaránt bronzérmes lett a tavalyi országos bajnokságon, és az idő neki dolgozik. No és most is széles a bázisa az évtizedeken át produkáló közép- és hosszú távfutó szakágnak, kopogtatnak már nagyon az újabb Fazekas Gáspár tehetségek. Ami a közép- és hosszú távfutást illeti, az idei évben is abban bízunk, hogy egy 2-3 gyerek korosztályos válogatott lesz. Igaz, hogy még egyenlőre csak a serdülőknél, újoncoknál látjuk ezt a lehetőséget. Megnevezed őket, nem teszel túlzott terhet a vállukra? De igen, de azért én minden további nélkül azt mondom, hogy ha elbírja a lábuk, és nem lesznek sérültek, és az a mentalitás megmarad, amivel az elmúlt évet végigcsinálták, akkor a Tóth Lilianna huga, a Tóth Lenke, aztán 2-3 újonc kislány, akik már most kerettagok a bővebb korosztályos akadályfutó válogatottnál, a Nyisztor Luca, Szalai Zóra,
síkfutásba, az emánzóra, és még egy-két gyereket lehetne mondani. Nincs kétségünk afelől, hogy a felsorolt nevek közül jó néhány a kiemelten díjazottak között lesz a mintegy 80 igazolt versenyzővel rendelkező Dombóvári Atlétikai Klub 2021-es hasonló évadnyitójában.